Molnár Péter, a Tiszatavi Kerékpáros Centrum üzemeltetését ellátó cégvezetője, F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő, és Hubai Imre, a Tiszató Térségi Fejlesztési Tanács és a Megyei Közgyűlés elnöke a karcagi Kátai Gábor Kórházba hozott adományokat a kórházi szakemberek részére. Molnár Péter elmondta, a csomagban pölöskei szörpöt, műzli szeletet és tiszatavi élmény kerékpározásra jogosító jegyeket hozott a dolgozóknak a kitartó és lelkiismeretes munkájáért. A csomagban gyakorlatilag 100 üveg pölöskei szörpöt hoztunk, ami a pölöskei szörpgyárnak a felajánlása. A Csepel Kerékpár Kft. 60 darab műzli szeletet ajánlott fel, és 50 darab élménykerékpározás a Tiszatónál voucher jegyet ajánlott föl még a Tiszatavi Kerékpáros Centrum. Tehát gyakorlatilag ezekkel az adományokkal érkeztünk ide a karcagi kórházba, és hát az itt dolgozóknak ajánlottuk föl a kitartó és lelkiismeretes munkájukért. Egerben kezdtünk reggel 9 órakor, utána 11 órára érkeztünk ide karcagra, és folytatjuk az utunkat Szolnokra, a Hetényi Géza kórházba. Láttuk, hogy ez a vírus, ami most elérte Európát és Magyarországot is, egyre nagyobb növekvő beteg számmal érkezett sajnos, tehát egyre növekszik, és ebből adódóan láttuk, hogy az egészségügyi dolgozók túlterheltségét, egy kis mosolyt csaljunk az arcukra, hogy nem lesz ez mindig így, lesz egyszer ennek vége, és gyakorlatilag, amikor vége lesz, akkor el tudnak jönni kerékpározni, és a családjuk körében tudnak úgymond élni. A kórházi dolgozók szabadidős kikapcsolódására gondoltunk a mai napon. Kezdte az adomány átadásakor Hubai Imre. Igen, Molnár Péter úrral együtt érkeztünk, aki a Tiszafüredi Kerékpáros Centrumot igazgatja, és igazgató úrral olyan szörpadományokat és műzdeadományokat hoztunk, ami nagyon fontos a dolgozók egészsége és az energiaszint visszatöltése érdekében. Valamint a Jászlikun-Szolnok megyei önkormányzat által fejlesztett kis mesélő kiadvánnyal érkeztem, ami azért is fontos, mert azoknak a gyermekeknek, akik benn fogják tölteni a karácsonyt, vagy karácsony közelettével, egy advent időszakában egy kis kikapcsolásra, egy kis felüdülésre számíthatnak a kiadványomból, nagyon fontos és nagyon hasznos kis forgatnivaló lesz a kezükben. Valamint azoknak a gyermekeknek is, akiknek az édesanyja vagy édesapja lehet, hogy 0-24 órában itt dolgozik bent a kórházban, és ahhoz, hogy ők is odahaza egy kicsike kis megkicséget, egy kis barátságos, meleg hangulatot érezzenek, ehhez fontosnak azok a kiadványok, amik a gyermekek számára képpel is és szöveggel is azt illusztrálják, hogy milyen fontos a családegység, és milyen fontos az, hogy a gyermekekre odafigyelő szülők értékeket közvetítenek számukra. Ezt a mesélő kiadvány is közvetíti, és én jó szívvel hoztam belőle mind a kórház dolgozóinak, mind pedig a kórházban ápolt kisbetegeknek. Molnár Péter igazgató úr jó voltából 50 élménykerékpározásra szóló meghívó szerepel az adományok között, ami azért is fontos, mert a járványnak véletlenül hamarosan tetőznie kell, és a tetőzés után szépen lassan elindulunk kifelé. És amikor már a gyógyultak száma jóval meghaladja a fertőzésben aktívan még jelenlévőknek a számát, és amikor már az egészségügyi rendszer el fog bírni a naponta jelentkező új esetekkel, és az ápolás is jól halad az egészségügy kifele lábbal a pandémiás helyzetből, akkor majd lehet tervezni a jövőt, lehet tervezni a kikapcsolódást, a pihenést is. Ez véletlenül jövő nyáron már minden egészségügyi dolgozó előtt megnyílik ez a lehetőség, hogy kipihenhetik ennek az időszaknak a fáradalmait, és az ő számukra egy nagyon élménydús program lehetőséget kínál a Tiszató, és az élménydús program lehetőség magában hordozza az aktív turizmust és a kerékpáros turizmust is. Az adományokat Nagyné László Erzsébet főigazgató megköszönte a dolgozók és a kisbetegek nevében, és ígérte, hamarosan el is juttatják hozzájuk azokat.